A telefonnál pedig már itt van Tarjányi Péter rendőrségi szakértő. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Mire lehet következtetni az elkövetés módjából, illetve a fegyverből, amit használtak? Mindenképpen én ezt egy üzenetnek fogalmaznám meg. Tehát a másik fél, most hogy ez egy személy volt, vagy több személyről beszélünk, azt akarta bebizonyítani, hogy igenis rendelkezik katonai, vagy rendelkeznek katonai fegyverrel, ezt nyugodt szívvel, tehát megvan az a pszichés és fizikai háttér, tehát az a belső, és, tehát belső erő, aminek mentén megmerik támadni a rendőrség székházát, és lehet arra következtetni, hogy ez egy olyan fajta üzenet egyben, hogy a rendőrség igenis készüljön föl, hogy az elkövetkező időszakban akár más épületeket, vagy ne adj Isten személyeket fognak megtámadni. Ön szerint akkor kell-e hasonló fenyegetése, illetve támadásra számítani a következőkben? Nézze, ez egy folyamat, én azt gondolom. Természetesen a nyomozati cselekmények nem zárhatják azt ki, hogy egy magányos elkövető egy valamifajta érzelmi indítékkal fűtve, tehát bosszú, vagy valamifajta betegség miatt, tehát egy elmebeteg támadta meg a rendőrség épületét, de én erre kis százalékot adnék. Leginkább azt valószínűsíteném, hogy az elmúlt időszak történései, az elmúlt 3/4 év történései kapcsán sajnálatos módon van egy olyan fajta szélsőséges gondolkodású egyén vagy egyénekből álló csoport, aki egy ilyenfajta támadással meg akarja mutatni az erejét. Amatőrök vagy profik lehetnek? Én azért nem szeretnék ebből belemenni, mert egy nagyon nehéz helyszínen történt ez a támadás. Tehát a rendőrség épületétől megközelítőleg 80-100 méterre, bár olyan területen, amit azért a térfigyelő kamerák nehezen fognak át, illetve az épületet őrző rendőrök sem tudnak azonnal beavatkozni. Az elkövetőnek nem volt sok ideje, tehát néhány másodperc állt rendelkezésére, hogy úgymond megtámadja az épületet. Ezért, hogy ő nem szedegette utána össze a hüvelyeket, ez teljesen természetes, én azt gondolom ebben a helyzetben. Elképzelhető, hogy nem tudhatott róluk a titkos szolgálat? A titkosszolgálat folyamatosan jelezte azt, hogy az elkövetkező időszakban ilyen események várhatók, bár én azt mondom, hogy az egy kicsit furcsa helyzet, hogy egy általános figyelmeztetés hangzik el, hiszen hogyha egy titkosszolgálat jól dolgozik, és ez ugye külföldön is jól látszódik, hogy általában a támadások előtt tud a rendőrség, illetve a titkosszolgálat beavatkozni. Meg lehet nézni, ugye, hogy nem véletlenül zárták le többször az elmúlt időszakban Nagy-Britanniában a repülőtereket, hiszen a brit titkosszolgálat felfedte időben a támadási szándékot, és közbe tudott lépni a rendőrség. Tarjányi Péternek egyelőre köszönjük, kérem maradjon, mert hamarosan folytatjuk. És akkor, ahogy ígértem, folytatjuk Tarjányi Péterrel. Hol és hogy lehet hozzájutni akkor illegálisan Kalasnyikovhoz, és mennyibe kerülhet? Nézd, hát alvilági körökben az elmúlt 15 évben több olyan fegyveres leszámolás volt, ahol ilyen fajta és ilyen típusú fegyvereket alkalmaztak. A fegyverek jó részét a délszláv háborúban lehetett megszerezni, és hát a fegyverkereskedők nem véletlenül tudtak azokból az országokból rengeteg ilyen eszközt áthozni a határon, hiszen ott abszolút ellenőrzés nélkül lehetett ilyen fegyverekhez és lőszerekhez hozzájutni. Mit tud ez a fegyver? Ez egy nagyon erős katonai fegyver. Akik voltak katonák, azok emlékeznek arra, hogy minden egyes alapkiképzés elején egy hatásbemutató keresztül megmutatják, hogy például egy vasúti sínt ilyen fegyverrel át lehet lőni, vagy ne adj Isten 30-40 centis téglafal mögött álló célpontot is a falon keresztül le lehet lőni egy ilyen fegyverrel. Tarjányi Péternek köszönjük szépen, hogy a rendelkezésünkre állt.